65 felett megyünk futni. Jó reggelt, sziasztok! Második nap, ami valójában az első, de mindegy, második része a videoblognak. Reggel van, voltunk futni. Az Oliviával. Egy ilyen kifogás számlálat tudunk tenni ide, hogy hány kifogásom van, hogy miért nem ment? Persze. Nagyon végig futottam, utazás utáni első nap, az volt, lehet, hogy kifogytam. Kifogásom volt. Leigazítanék az Ultra Balatonos pólódra, de nagy a hasad, úgyhogy inkább nem teszem. Addigra összeszeded magad? Ultra Balatonra addigra bőven. Addigra nekem is kell. Most megyünk, felébresztjük Ricsit, aztán majd még jelentkezünk innen-onnan. Átvenni az akreditát. Átvenni az akreditát, illetve megtanulni beszélni logopédushoz. Rád fér. És akkor mit fogsz énekelni, ha meg volt a logopédus? Répa retek magyaró. Itt volt egyébként a legelsőnél is a sajtóközpont. Hát azért megváltozott, több mint 600 millió dollárból felújították 2 évvel ezelőtt. De emlékszem, hogy ugyanilyen része jöttünk. Akkor nem volt ennyi kordon, tehát új idők, új szemeink. És Ricsi jó céges emberként képviseli a Sport TV-t a Sport TV-s pólóval. De csak azt hoztam el. A többi ott van maradt. Ott van, te. I never wanna be safe. Arra gondoltunk, hogy ha már annyi kultúra találkozik itt Miami, akkor próbáljunk ki minél több konyhát, és ezt egy mexikói helyen kezdenénk el, ahol tacózni fogunk. Ugye az első állomásunk az egy tacóz hely Mexikóban, ahol mexikói sör is dukál, és itt indítjuk a hetet, ebédfronton. Nagyon szeretem a mexikói kaját, úgyhogy ennek megfelelően is kipróbálom, gringo tacót fogok enni. Hányasra értékeled a mexikói konyhát? Én nagyon szeretem a mexikói konyhát, de azért, hogyha megeszi az ember, rájön arra is, hogy miért ők a legelhízottabbak a világon. Ez nálam egy 49-es. És igazából nem csak a konyhákon látszódik az, hogy dél-amerikai és latin-amerikai és közép-amerikai behatás van, vagy behatás ide Miami-ban, hanem a művészetben is. Ugye a kolumbiai Botero-nak a szobrait láthatjuk itt a Lincoln Road-on a bevásárló utcán. Nem vagyok benne biztos, hogy minden helyes, amit mondok, mert nem néztem vissza, de úgy tudom, hogy még él. Európában, azt hiszem, Svájcban él, és Medellínben a városnak ajándékozta nagyon sok szobrát, úgyhogy Medellínben nagyon sokat föl lehet lenni az ő szobraiból. Difícil ponerse a pensar, tampoco por ti misma actuar, es de sabios todo cuestionar, y de tontos es verdad. Pasar sentado en un sillón sin pensar, sin razonar. Lejöttünk az Ocean Drive-ra. Azért, hogy eljöjjünk ehhez a lépcsőhöz. Ennek a lépcsőnek ugyanis nagyon-nagyon fontos jelentősége volt Brian De Palma Sebbhelyes arcú című filmjének, és egyébként Brian De Palma Sebbhelyes arcú filmjének van egy kicsi kötődés az NFL-hez is, de ezt majd elmondja Ricsi, aki régen látta a filmet, és Zoli, aki emiatt a turisztikai élmény miatt a múlt héten tekintette meg először. Bármilyen hihetetlen, Joe Montanáról nevezték el Tony Montanának a főszereplőt, mert az eredeti 1932-es filmben Tony Camonte az az alak, akit ugye Al Pacino megszemélyesít, de aztán Oliver Stone forgatókönyvíró és Brian De Palma a rendező úgy döntött, hogy legyen egy kis NFL-es hatás, és Joe Montana tiszteletére ő lett Tony Montana. Közben eszembe jutott, hogy melyik film ez. Valahogy eszembe jutott. Az Al Pacino-ról. Al Pacino, ez az amerikai focis Al Pacino az, film, ugye? Az igen, ez az, nagyon kemény. Az a megvan. Viccet félvetéve, hát én úgy készültem Miami-vel, hogy megnéztem a Scarface-t, lehet, hogy kicsit rendhagyó, de amúgy nagyon tetszett meg, érdekes nagyon, hogy ez a 80-as évekbeli divat meg stílus azért annyira már nem jön vissza Miami-ban szerintem, de a film azt viszont nagyon jól visszaadja ezt. És hát itt a lépcső. És akkor én meg felmegyek most a lépcsőn, és remélem nem vált fűrészre várnak majd. Sube el volumen.
mielőtt bárki azt hinné, hogy nyaralni jöttünk, strandolni, kajálni. Annak el mondjuk, hogy így van. Azért most már foglalkozunk az amerikai futballal is, tehát jön a nyitó éjszaka, a nyitó este. Ez az első és egyben utolsó olyan alkalom a Super Bowlig, amikor a két csapat egy légtérben található. Az első este azért ez köztudott, hogy az még inkább így a humor kapcsán forognak a dolgok. Úgyhogy mi is megpróbáltunk egy kicsit lazább vonalat behozni, és magyar ételekről, különlegesebb magyar ételekről kérdezzük majd a játékosokat. És ki tudják-e találni azt, hogy melyek az igazi magyar ételek, és melyik az, amelyiket mi csak kitaláltuk. Ugye az első a kakas herepörkölt, a második a disznóvér hagymával, a negyedikre ugrok, az a körömpörkölt, a harmadik pedig a méltán híres sült farkas máj. We don't want to ask you about the Patriots after our, after finally. So we're from Hungary, Europe. Nice. And we have a real quick food quiz for you guys. Okay. We have four dishes here. Three of these are actual Hungarian dishes. One is just made up. Can you guess which is the one that's not real, that's made up? I'm gonna say the rooster testicle stew. That exists. Do you have a second guess? The grilled wolf liver? Yeah, that's the one. Yes. Okay. You eat that, dude? Yeah. We go with the first one. No, we do eat that. Why? It's got to be the rooster testicle stew, man. I want to say that, but I don't know. What about the grilled wolf liver? That doesn't exist. You got it right. Oh, okay. Oh, man, I should have chose that first, man. Pig's blood with onions. That exists. Do you want to have a second guess? Wolf liver. Yeah, that's the one. That's the one. Yeah, that's the one. Hey, two guesses, pretty good. It definitely got to be the rooster testicle stew. Like, so you don't think that exists? Nah, who would eat that? I'm gonna say grilled wolf liver. And you're right. I knew it, because I actually have seen pan-fried pig blood before, and I know people who eat pig's feet. This just, it might be something, but I don't think nobody can catch a wolf to get his liver, so. No. Neither of them? No. Would you like to see pictures of them? No. Nope. So you want to see how it looks like? I'm not sure. Well, I wouldn't eat it. I'm a fake vegan. Oh, really? I don't eat meat. So this is the pig's blood. It's not the most appetizing thing I've ever seen. Would you try it? No. This is the rooster testicle stew. This is the rooster testicle stew. How about that one? I eat the fries. You're gonna send me some? How long does it stay good? I'd have to see how it smells. It doesn't look as bad as... So this is the pig feet stew. Would you go for it? I gotta let somebody else try it first. Would you try the other three? Yeah, I'm a foodie. I'll try dang near anything once. I changed my diet. I don't know. But when I was young, I used to eat a lot of soul food, different types of pig. So back in the day, I definitely would have tried it. But I don't know. It depends. If you catch me, if I'm hungry enough, I'll eat it. Not at all. I don't eat pork. I might have the french fries. Only the fries. Only the fries, yeah. Y'all got ketchup out there? Yeah, okay. We do. Yeah. It's close to liver. It tastes a little bit like liver. Okay, not bad. Yeah. Would you try it? I don't know. I'll eat about anything. Really? Yeah, I like food. What's the weirdest food you've ever had? The weirdest food I've ever had? I think I had crocodile one time, which is kind of wild. I've never done that before. I'd say last offseason I had ox tongue. Probably pig's feet. Oh, how was it? Yeah, iffy. I never tried it again. The weirdest food, I think Iceland's national dish. Yeah. The rotten shark. Oh, yeah. That's pretty weird. Frog legs, maybe? How was it? Delicious. Good luck. I learned something new.